Sziasztok srácok, én Marci vagyok és üdvözöllek titeket egy újabb videóban itt a Petro Médián, és mivel a kockázat kezelésről már volt egy videóm, úgy gondoltam, csináljunk egyet a kockázat keresésről, nagyon hasonló a két szó, viszont ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem a kriptóban nagyon-nagyon érdemes kockáztatni, és még egyszer elmondom, mielőtt belekezdek a videóba, hogy ez a személyes véleményem, nem azt mondom, hogy csináld ezt, sőt, azt mondom, hogy ezzel lehet pénzt bukni, viszont lehet nyerni. Én nagyon kockázatkereső vagyok, én inkább kockáztatok sok pénzt, de azzal tudok sokat nyerni, mert tegyük fel, hogy mindent elbukok, valószínűleg a következő néhány évben ugyanúgy visszahoznám ezt a pénzt valamivel, vagy kriptóval, vagy más dolgokkal, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek kockázatot vállalni, és ezzel együtt nyilván nagyon szeretek nagyot nyerni. Természetesen az, hogy valaki 20-30%-ot keres egy évben a pénzén, az egy nagyon-nagyon jó százalék, de engem ezek nem vonzanak, én inkább kockáztatok nagyon nagyot, és ott van a lehetőség, hogy elbukom az összes pénzem, viszont nagyot is nyerhetek. Ez nyilván mindenkinek más a kockázattűrő képessége, nyilván mindenki máshogy gondolkozik, úgyhogy neked is fel kell építened a saját technikádat, saját taktikádat, hogy hogy csinálod. Én csupán elmondom a véleményemet. Az egész videó arra fog épülni, hogy neked van 2000 dollárot befektetni, nyilván ezt le lehet bontani arra az összegre, de 2000 dollárral nagyon könnyű számolni, úgyhogy arra gondoltam, hogy legyen ez az mi összegünk. Egyébként szerintem ez a 2000 dollár, ez durván olyan 750 ezer forint, hogyha jól számolok. Ez körülbelül az az összeg, amit egy átlag magyar, aki kriptóba akar nagyot fektetni, azt azért úgy be tudja rakni. Nyilván most ilyen 500-1 millió, ez az az összeg, amivel sokan írtatok, hogy ezt befektetitek, és szerintem ezzel lehet számolni. Tegyük fel, hogy van 2000 dollárod, és ott van a Bitcoin meg az Ethereum, amit tudjuk, hogy valószínűleg jó lesz, valószínűleg legalább a duplájára, de inkább a triplájára fel fog menni a következő években, és te 1000 dollárt beraksz Bitcoinbe és Ethereumba, 500-500 dollárral elosztod, megfelezed és berakod. Tudjuk, hogy ebből nagyjából lesz 3-4 ezer dollárod, mert négyszeresére még akár felmehet, de mondjuk egy 2-3 ezer dollárod biztos, hogy lesz ebből az ezresből. Tehát durván meg tudod duplázni, triplázni a pénzedet. És itt jön képbe a másik 1000 dollár. Ha azt az 1000 dollárt ugyanúgy beraknád Ethereumba és Bitcoinba, akkor a 2000 dollárból mondjuk keresnél 4, 6, 8 ezer dollárt nagyon durván. Ez egy valószínűleg biztos, egy elég valószínű befektetés, viszont 2000 dollárból 4-6-8 ezer dollárt csinálni nem olyan egetrengetően életmegváltoztató dolog, nem egy life changing money. Én meg inkább szeretek kockáztatni. Ott van az az 1000 dollárod, amit befektettél Bitcoinba és Ethereumba, az egy tök jó dolog, ugyanis az legalább háromszorosára szerintem fel fog menni. Ha a másik ezrest nem odarakod, hanem elosztod mondjuk kisebb altcoinokba, például gaming coinokba, pici projektekbe, amiknek néhány millió dollár market capjük, akkor mondjuk elosztod 8-10 vagy 6 projektbe, esetleg 5-be, 2-2-200 dollárokkal, akkor ott a lehetőség, hogy az összes pénzedet elbukod. Ha elbuktad az összes pénzedet, akkor beraktál 2000 dollárt a kriptóba, kivettél 4000-et, még mindig kerestél, mert az az 1000 dollár a Bitcoinba és az Ethereumba, ez vissza fogja ezt a profitot hozni, vagy vissza fogja ezt az elveszett összeget hozni. Igen ám, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon jól átnézed, hogy mi berakod, mi az az 5-8 projekt, amiben te beszállsz, és nagyon-nagyon-nagyon utána nézel, hogy mi lehet az, amivel a legtöbbet lehet keresni, akkor ott van a lehetőség, hogy a bull marketre 10-20-30-50 szeres profitokat csináljunk. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka, és mindenki szeret ezekkel a számokkal dobálózni, de azt tegyük hozzá, hogyha tényleg kapunk egy búránt újra, akkor ezek a pici projektek is legalább egy 2-3-szorosukra fel fognak menni, hogyha jó helyekre szállsz be. Ha nem is találod el a legjobbakat, akkor is ott lesz az a néhány jó, ami neked van, ami esetleg felmegy a 2-3-szorosára. Viszont ha csak egyetlen egyel eltalálod a 10x-et vagy a 20x-et, gondolj bele, 200 dollárod van egy projektben és eltalálod a 10x-et, az 2000 dollár. Tegyük fel, az egyik bejön, 3 elbukik, tehát ott buksz 600 dollárt, és van még egy 200 dolláros befektetésed, ami meg mondjuk hoz egy 3x-et. Akkor te tulajdonképpen kerestél majdnem 5000 dollárt, nem tudok számolni, mert most 10x-ről beszéltünk, tehát a 200-ból mondjuk lesz 2000 dollár, a másikból meg lesz 600 dollár, akkor kerestél 2600 dollárt. Igen ám, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon jól csinálod ezt, és tényleg eltalálod a jó projekteket, akkor abból az 1000 dollárból akár lehet 15000 dollár is, hogyha nagyon-nagyon elkapod ezeket. És én ezért szeretek inkább kockáztatni, és ezért mondom általában mindenkinek, aki megkérdez, hogy
jobb elosztani kisebb projektekbe kisebb összegeket, mert ott van a lehetőség, hogy nagyot kaszálsz, és ha nem is kaszálsz nagyot, akkor a Bitcoin, Ethereum és a nagyobb coinokba befektetett összeg az vissza fogja hozni azt a mínuszt, amit esetlegesen ott csinálsz, és azért egy búrán alatt, hogyha profitba vagy és megkeresed abból a Bitcoin, Ethereum $1000-ból mondjuk a 3-4000 dollárt, akkor utána abból újra kiveszel egy ezrest, és azt lehet forgatni a búrán alatt, ahol megint jönnek az újabb és újabb projektek. Úgyhogy ezért vagyok én kockázatvállaló, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Egyébként az összes ilyen kicsi coint, amivel szerintem hatalmasat lehet majd kaszálni, mindent a Patreonon osztok meg, ott van a link a leírásban, mindenkinek azt ajánlom, hogyha érdekel a kriptó, csak egyetlen egy hónapra próbáljátok ki a Patreon tagságot, ugyanis mindent vissza tudtok nézni az elmúlt 2 évből, amit kiírtam, az összes elemzést, az összes vásárlásomat, mindent meg tudtok nézni. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert rengeteget lehet szerintem tanulni, többet, mint akár egy tanfolyamból, hogyha tényleg érdekel a kriptó, akkor nagyon nyomjátok, és egy hónapot próbáljátok ki, mert szerintem nagyon sokat tud ez segíteni, illetve látjátok, hogy én miket vásárolok, és meg tudjátok nézni, hogy miért gondolom azt a projektet jónak, és mondjuk amit ti néztetek, lehet, hogy nincs a listámon, akkor összetudod hasonlítani, hogy mi az, amiben az a projekt, amit te kinéztél, nem erősködik, és miért nem azt választottam, és mondjuk a másikat választottam, de tényleg szerintem nagyon sokat lehet ebből tanulni, és ezeket mindig ott osztom meg, rengeteg projektet kinéztem már, még egy csomóban nem is vásároltam be magam, ezeket a következő hónapokban fogom megtenni, néztem olyan coint, aminek kevesebb, mint 1,5 millió dollár a market cap-je, és szerintem nagy esélye van, hogy több tőzsdén is listázzák, és egy nagy ember áll mögötte, például ilyen coinokat nézegetek, mert lehet, hogy elbukok 100-200 dollárt, viszont hogyha ez bejön és mondjuk tényleg felmegy csak 30 millió dolláros market cap-re egy gaming búrán alatt, akkor számoljátok ki 20-30-szoros profit. Nagyon-nagyon ajánlom, hogy ezeket nézzétek meg, és találkozunk a legközelebbi videóban. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok, mennyire vagytok kockázatvállalóak egy 10-es skálán, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Én egyértelműen 8-9-re tenném magam, nem vagyok ez a nagyon degen hülye, hogy mindenbe beleveszek, de azért egy 8-as szerintem megérdemlek, mert nagyon-nagyon szeretek kockázatot vállalni, nyilván a nagy profit érdekében. Írjátok meg, mit gondoltok, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, ha nem szeretnétek lemaradni, találkozunk itt a YouTube-on, Discordon, illetve Patronon, mindennek ott van a linkje a leírásban. Sziasztok!